Köszöntöm a kedves nézőket, a Kulturista című magazin műsorunkat látják. A mai adásunkban az első magyarországi pláza könyvtárral ismerkedünk meg közelebbről. Napjainkban egyre fontosabb feladattá válik az olvasás népszerűsítése. Ehhez egyre újabb és különlegesebb ötletek születnek, ilyen például az Egerben decemberben megnyílt pláza könyvtár. Az Agria Park bevásárló központ ad helyet a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár fiókönyvtárának. Ahogy a szlogen is hirdeti, plázába mentem, keres a könyvtárban. Honnan származik tulajdonképpen a pláza könyvtár ötlete? Amikor a kollégáimmal elgondolkodtunk azon, hogy az Európai Uniós pályázatunkban a régiós egész könyvtárait, minden könyvtárát összefogó programunkban milyen programelemeket építsünk be, arra gondoltunk, hogy nagyon különleges helyszíneket is kellene keresnünk. Természetesen nem nekem jutott eszembe, hanem a kollégáimnak, akik ezzel a projekttel foglalkoztak, Kelemenné Csuhay Zsuzsannának az az ötlet, hogy a pláza könyvtárat megnyissuk, de emellett még szeretnénk Monstrand könyvtárat is a nyári időszakban üzemeltetni. A napokban kapta meg a könyvtár a minősített könyvtár címet. Mit is jelent pontosan ez az elismerés? Milyen lehetőségek nyílnak meg a könyvtárnak ezáltal? 2008-ban az év könyvtára a címet nyerte el a Bródy Sándor könyvtár. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azonban 2010-től egy új rendelet kapcsán egy minősített könyvtári cím elérésére is lehetőség nyílt a szakmában. A minősítés az egy nagyon-nagyon hosszú munka eredménye. Több mint 10 évvel ezelőtt kezdtük el a minőségbiztosítás, a teljes körű minőségmenedzsment módszerek alkalmazását a könyvtárban. Ez nagyon-nagyon sok mindent jelent, hiszen attól kezdve, hogy a partner kapcsolatainkat felmértük, azonosítottuk a partnereket, hogy a kommunikációnkat átnéztük, és megállapítottuk, hogy hol kell a kommunikációs tevékenységünknek fejlődni, hogy a belső folyamatokat dokumentálva rögzítettük, folyamatábrákkal segítettük az új dolgozóknak a munkavégzését, és a folyamatosan mindenféle, és azt szerettük volna elérni, hogy minden szolgáltató helyünkön a személytől függetlenül ugyanolyan minőséggel találkozzon az olvasó. Célunk az, hogy nagyon használó központú könyvtár legyünk, és nagyon nyitottak a változásokra, és felkészülve arra, hogy a változásokat menedzselni kell, mindezeket a változásokat szervezetileg is, és a munkánk során is követni tudjuk. Hogyan jött létre a pláza és a könyvtár együttműködése? Hát ez egy nagyon hosszú történet, és azért hosszú történet, mert hogy ez egy pályázat útján létrejövő kezdeményezés. Már a nyár folyamán elkezdtünk beszélgetni. Az Agria Park mindig is több szeretett volna lenni, mint egy bevásárlóközpont, egy igazi közösségi tér, ahol naponta 10 000 ember fordul meg. És ahol 10 000 ember fordul meg, ott van egyfajta társadalmi felelősség is. Másrészt pedig az a filozófiánk, hogyha az embereknek egyre kevesebb idejük van arra, hogy elmenjenek és kulturálódjanak, vagy nincs elég pénzük, akkor bizony a kultúrát kell egy kicsit közelebb hozni hozzájuk. Volt már több ilyen kezdeményezésünk, mi rendszeresen galériát üzemeltetünk, ebben rendszeres kiállításaink vannak, de a kultúra más területein is, komoly és könnyű zenében is voltak már események. Akár az operától elkezdve, természetesen a könnyű zenéig, illetve fiatal művészeknek is adunk lehetőséget bemutatkozásra, akár zenei, vagy akár képzőművészeti bemutatkozásokra. Tehát a kultúra soha nem állt távol tőlünk, sőt igyekszünk mindent megtenni, hogy egyre közelebb kerüljön ez a kultúra az emberekhez. És várhatóak-e még más kultúrát érintő fejlesztések a közeljövőben a pláza részéről? Működik továbbra is a galériánk. Gyakran hirdetjük, és azt is mondhatom, folyamatosan hirdetjük, hogy szívesen nyújtunk bemutatkozási lehetőséget amatőr művészeknek, természetesen profiknak is, de ha valaki egyszer szeretné megmutatni magát a nagyobb közönségnek. Másrészt pedig van egy fagyi történeti kiállításunk, ez a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteménye,
és a következő ilyen típusú kiállításuk pedig a kávéról fog szólni. Egy ilyen kávétörténeti kiállítás fog érkezni a házba. Milyen közönséget céloz meg tulajdonképpen a Pláza könyvtár? Azt veszük, hogy a Pláza könyvtár igazából hasonlóan működik egy fiók, mint egy fiók könyvtár, akkor mondhatjuk, hogy kicsit hasonló a közönsége is, hogy mindig azt a részt szolgálja, ahol működik. Egy fiók könyvtár esetében ez általában egy városrész, egy településrész, és az ott lakók igényeinek felel meg. Mi a Pláza könyvtárat viszont úgy alakítottuk ki, hogy minden olvasói rétegnek kínáljunk olvasni, hiszen itt általában azok kölcsönöznek, illetve veszik igénybe szolgáltatásainkat, akik az Agria Park szolgáltatásait is igénybe veszik, tehát elsősorban a bevásárlók. Köztük találhatunk nőket, férfiakat, gyerekeket, akik éppen vásárolnak, akik csak éppen megpihennek, vagy ha itt szétnézünk a vásártéren, nagyon sokan itt interneteznek, mindennapi dolgaikat végzik, és közben a dolgaik közben kicsit megfáradva leülnek ide pihenni és olvasgatni. Ennek megfelelően próbáltuk összeállítani a Pláza könyvtárnak az állományát is. Összesen hány kötet található meg itt helyben? Hány kötet kölcsönözhető? Jelenleg mintegy 800 kötet található meg az állományunkban, amelyet folyamatosan bővítünk és frissítünk. Azt viszont meg kell, hogy mondjam, hogy törekedtünk arra, hogy inkább egy kisebb állománnyal, de teljesen új állománnyal indítsunk, és természetesen a későbbiekben ezt az állományt majd a lehetőségeink szerint cseréljük, bővítjük, viszont azt szerettük volna, hogyha igényes, szép kivitelű könyveket kapnak az olvasók a kezükbe. Ezen kívül milyen újdonságok várhatóak még itt konkrétan? Tervezzük azt, hogy a rendezvényeket tovább bővítjük, amennyiben lesz lehetőségünk, majd szeretnénk kihelyezni ide író-olvasó találkozókat. Amint említettem is, ez a Kamisibai Papírszínház nem csak úgy fog működni, hogy konkrét helyre elmegy a kolléganő, hanem egy biciklivel felszerelve a színházat a biciklire, járja majd a várost, és megfordul majd itt az Agria Parknak az udvarán is. Aztán szeretnénk olyan rendezvényeket is tartani, amelyek további kézműves foglalkozást tesznek lehetővé, és természetesen meglátjuk majd az igényeket is, hogy ki mit szeretne látni. Van kis kérdőívünk, amelyen az olvasóknak az igényeit felmérjük, és akkor ennek megfelelően fogjuk majd kínálni akár a szolgáltatásainkat, akár a rendezvényeinket. Talán még annyit elmondanék, hogy bővíteni fogjuk a közhasznú információszolgáltatásunkat is, hiszen most jelenleg csak a kolléganők adnak tájékoztatást ilyen információkról, viszont az elkövetkezendő 1-2 hétben szeretnénk ide olvasói gépeket, számítógépeket kihozni, amelyek segítségével elérhetővé válnak majd az Office csomag programjai, illetve az internet, ahol az olvasók maguk is hozzájuthatnak különböző információkhoz. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Ha kedvet kaptak, látogassanak el személyesen is a Pláza könyvtárba!